Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi tükröződik jelenleg a szerelmi élet területén? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, veled szemben az ő kártyái, tehát itt tükröződik valami. Itt ez a kasza utal a te gondolataidra. Itt minden olyan hirtelen történik. Vagy úgy gondolod, hogy vannak bizonyos események, amire te nem számítottál. Ez a kasza jelentheti azt is, hogy te szimbolikusan elvágsz valamit, mint például negatív gondolatokat, hogy ebből úgysem lesz semmi. Elbúcsúzol ezektől a gondolatoktól. De lezárhatsz ezzel a kasszával bizonyos kapcsolatokat is. Ami a te érzelmeidet jelenti, erre utal itt ez a fa, hiszen keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, most ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, lehet a lakhely, vagy a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Amit ez a fa még jelent, egészségügyi témák, gyógyító erő, lehet, hogy ez a hivatásod, és akkor itt lezársz valamit a munkahelyen, és ez a levél jelenthet egy munkahelyi szerződést is ezen a területen. Amit a fa még jelent, hogy rendezed a dolgokat. Itt a 10-es szám utalhat egy új kezdetre, és itt az 5-ös szám egy új irányra. De ez az 5-ös szám azt is jelentheti, hogy vannak kapcsolatok, lehet, hogy mások még beleavatkoznak a dolgaidba, ez lehet előnyös, de lehet hátrányos is. És mi történik a közeljövőben, erre utal ez a levél, ez lehet egy bizonyos szerződés, munkahelyi szerződés, adásvételi szerződés, vagy egy dokumentum, de lehet egy hír, hiszen jelentkezni fog nálad. Ez a hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt a csillagkép utal az ő gondolataira. Arra is, hogy minden úgy lesz, ahogy megvan írva a csillagképekben. Nála megvan ez a hit, megvan ez a bizalom. Ő tudja azt, hogy most minden jóra fordul. És a gólyák jelentik már ezeket a változásokat. Ami az ő érzelmeit illeti, itt a torony látható. Az lehet, hogy még vannak nála félelmek, vagy bizonytalanságok, és úgy érzi magát, hogy benne van ebben a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus, ahol keres egy kiutat, keres egy megoldást, ezek lehetnek félelmek, de lehet egy bizonyos helyzet, vagy egy bizonyos kapcsolat is, amiből ki akar lépni, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Itt is lesznek változások, jóra fordulnak a dolgok, hiszen ezt ígérik a csillagok. Mi köt össze benneteket? Itt látható ez a virágcsokor, ez utal a te nőiességedre, utal a szépségedre. Azt is jelenti, hogy itt szerencse lesz egy kellemes meglepetés, változnak a dolgok, lesz egy jó hír, vagy egy ajándék. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!